A hétvégén rajtol a tavasz idény a labdarúgó NB2-ben, az Paris szokás szerint szurkolói ankéttal indította az idényt. Kezdődik a tavaszi szezon, nagyon jól sikerült az ősz vége a Nyíregyháza Spartacus számára, és akkor sok fiatal is lehetőséget kapott a csapatban. Ez várható tavasszal is, erre számíthatnak a szurkolók? Hát valóban viszontagságos volt az őszi időszak, egy elfogadható kezdéssel, egy utána egy nagy lejtő, és utána egy kellemes befejezés. Gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy klubépítés. E köré lehet vonni a nagy csapatnak a munkáját is. A legfontosabb az, hogy egy filozófiát, egy új utat választott a Nyíregyháza Spartacus vezetése. Ez abban tükröződik ki, hogy rengeteg új fiatalt szeretnénk, nyíregyházi nevelésű fiatalt szeretnénk beépíteni a csapatba. Bízunk benne, hogy itt maradnak a fiatalok, és tudunk újakat is bemutatni, akikkel most szeretnénk februártól szerződést kötni. Célunk továbbra is az, hogy a lehető minél előrébb végezni, minden meccsre úgy fog kimenni a csapat, hogy győzzünk, ez nem kérdés, de nagyon fontos, hogy ha elérjük a célunkat, az nem más, mint egyszer az NB1, akkor ott is tudjunk maradni. Arról is szó volt, hogy a stáb is elsősorban nyíregyháziakból áll, ez talán mondhatjuk, hogy télen tovább erősödött ez a vonal is. Teljes mértékben azt gondolom, hogy ha a klubépítés, azba beletartozik a stábnak is, hogy nyíregyházi legyen. Ugye Lengyel-Roland vezetőedzőként, Ambrus Árpád pedig sportigazgatóként, most már nem csak gyakorlatilag a nagy csapatot és a felnőtt klubot igazgatja, hanem számonkérés formájában az utánpótlás edzőket is, hogy azok a motivumok, amik szeretnénk, hogy a nagy csapat elérjen, és egy olyan gerinc alakuljon ki, hogy nyíregyházi játékosokból, az Ambrus Árpádnak a felelőssége. Ez a hosszabb út talán, ugye? Tehát a saját nevelésű fiatalokat kinevelni. Igen, én azt gondolom, hogy országosan is úttörők vagyunk. Ez egy hosszú út lesz. Én is azt gondolom, hogy ki fog fizetődni hosszú távon. Most elsősorban az a cél, hogy megalapozzátok azt a csapatot, ami majd ütőképes lehet a folytatásban később? Megalapozni azt, hogy később ütőképes legyen, legalábbis az, hogy mindig a győzelem, vagy döntetlen, és minél kevesebb vereség. Pali, túl vagyunk a felkészülésen. Sikerült elvégezni azt a munkát, amit terveztetek? Igen, a tervezett munkát elvégeztük. Azt mondhatom, hogy felemásra sikeredett a felkészülésünk, olyan szempontból, hogy az új igazolásunkat például a Györgyi Artúr a második edzésen megsérült, a Sinanovic a Debrecen elleni mérkőzésen egy rúgást kapott a lábára, a táborba csak az utolsó mérkőzésen játszott egy 45 percet, a Gyurján Bence még az első mérkőzésünket az orosz csapat ellen kapott egy rúgást az Achilleszére, tehát ő se 100%-os munkát végzett. Volt a végén egy-két betegség, 4-5 ember belázasodott, és nem tudta vállalni az utolsó mérkőzés. Ilyen szempontból felemás. Olyan szempontból viszont a mérkőzéseket látva, meg az eltervezett munka jól sikerült. Jó mérkőzéseket játszottunk, örömteli volt látni a fiatalok játékát. Az látszik, hogy lehet rájuk majd számítani a jövőben. Igazából jó teljesítmény nyújtott a csapat. Olyannyira jól teljesítettek a fiatalok is, hogyha minden igaz, akkor ma 4-en szerződést is kapnak? Igen, hát kezdeményeztük a sportigazgatóval, hogy szerződést ajánlunk a fiataloknak, amit a klub el is fogadott, és 4 játékossal szerződést fogunk kötni. A Boda Balázzsal ő támadó középpályás, a Matyi Zoli a jobboldali védő, a Bálint Ákos baloldali védők, és a Szokolai Márk, aki csatárposzton bevethető. Ez igazi példaértékű lett, ugye a többieknek, akik az utánpótlásban dolgoznak, hogy aki jó teljesítmény nyújt, megfelelően dolgozik, akár oda kerülhet a felnőtt csapathoz. Igen, az utóbbi időben már tendencia, hogy támaszkodunk az akadémiára, és a tehetséges játékosainknak, akikben azt látjuk potenciált, hogy a közeljövőben bemutatkozhatnak a felnőtt csapatban, és erősségük lehet az NB2-es csapatunknak, annak szerződést ajánlunk, viszont elmondtuk a fiataloknak, hogy az, hogy ők itt vannak és szerződést kapnak, nagyon könnyű bekerülni, viszont minden nap keményen meg kell dolgozni azért, hogy itt is maradhassanak. A Soroksár jön majd hétvégén, mit vársz ettől a meccstől, mennyire sikerült őket feltérképezni, látva a keretüket, szinte semmit nem változott. Megmondom őszintén, hogy annyit nem tudtunk foglalkozni a Soroksár, mivel nem láttunk mérkőzésüket, talán az előző szezonbeli meccseikből tudtunk indulni, náluk is betegségek, sérülésekkel küzdenek, tehát igazából ezen a mérkőzésen szinte csak magunkra fogunk koncentrálni. Jó mérkőzés várok. Az időjárás úgy látszik, hogy kegyes lesz hozzánk, jó pályán fogunk tudni játszani. Én bízom egy hazai győzelemben.
Ami az edzőtábort illeti, tényleg jó körülmények között készületünk, jók voltak a... Vagyunk az edzőtáborozáson, és már is kezdődik a bajnokság. Hogy érzed, hogy sikerült a felkészülés? Én azt gondolom, hogy egy jó felkészülésen vagyunk túl. Ugye rengeteg fiatal játékos került fel az első csapathoz, akiknek ugye próbáltuk mi segíteni a beilleszkedését, de azt gondolom, hogy sikerült azért nagyban felvenniük a ritmust, ami azért előre mutató. Remélem, hogy ez a bajnokságban is ki fog jönni. Nagyon keveset változott most a keret, szokatlanul keveset. Ez pozitívum ilyen szempontból, hogy azért ismeritek egymást? Igen, ugye néhány helyre érkezett erősítés, illetve konkurencia van már a csapatba kerülésért. Én azt gondolom, hogy ez pozitív, mert nem kell az egész csapatot ugye átszervezni, az új posztokat régi játékosok töltik be, úgyhogy bízom benne, hogy ez a csapat meg ez a keret így most egy kicsit húzamosabb ideig együtt fog maradni, és akkor ez a pályán ez az összeszokottságban is meg fog nyilvánulni. Edzőmecsek nagyon jól sikerültek, és hát kevesen mondhatják el magyar játékosok közül, mondjuk a Légia-Varsó ellen gólt tudtak szerezni. Neked ez sikerült, hogy élted meg azt a találkozót? Igen, ugye én egy kisebb betegségből tértem vissza ezen a meccsen, jó érzés volt, de különösebb jelentőséget azért nem tekintek ennek a dolognak. Örülök, hogy a csapatnak a felkészülésben hozzá tudtam tenni ahhoz, hogy egységesebbek legyünk, bízom benne, hogy a bajnoki mérkőzéseken sikerül majd betalálni. Sokat számítana a Soroksár ellen egy jó rajt, mondjuk egy győzelem? Igen, azért ez nagy lökést adhat az egész csapatnak, a fiataloknak is, hogy érezzék azt, hogy a befektetett munka azért már rögtön az elején megtérül, de azt gondolom, hogy az első néhány fordulóban még azért a csapatnak össze kell szoknia, de én bízom benne, hogy győzni fogunk már az első fordulóban.